Nagyjából másfél éves korai hozzáférést követően végre érkezik a Shattered végleges verziója. A Tale of the Forgotten King-gal címet viselő akció-RPG játékra közel 5 éve sikerült összekalapozni némi pénzmagot, a korai verziót egészen jól fogadták a játékosok, így február közepén élesedhet a végleges matéria. A Redlock Studio nem fogta vissza magát, hiszen a játék alapvetően a kőkemény harcokra építkező szerepjáték, azonban felfedezés, ügyességi részek és kisebb-nagyobb feladványok is helyt kapnak a koktélban. A látvány korrekt, a kihívás már gyengébb szinteken is megmutatja magát, így a műfaj kedvelőinek kifejezetten ajánlott. Elrajtolt az Everspace második felvonása, ami korai hozzáférésben igyekszik magához édesgetni az űrszimulátor rajongóit. A Rockfish Games alkotásában elsősorban a csatákra került a hangsúly a stratégiai menedzser résszel ellentétben. Adott egy méretes, többnyire korlátlanul bejárható univerzum, egymással torzsalkodó frakciók, fő- és mellékküldetések, valamint egy fejlődési rendszer. A korai hozzáférésű változat szokás szerint csak a sztori egy részét leplezi le, de kiválóan alkalmas arra, hogy kóstolóként szolgáljon a végleges változat előtt. Régiózáras kereskedés miatt alaposan megvámolták a Valve-ot és a buliban résztvevő más kiadókat. A vád szerint az érintettek megsértették az EU egységes digitális piac stratégiáját, miután olyan Steam kódokat engedtek a piacra, amelyeket kizárólag Európa keleti felén lehetett volna beváltani. A kihágásért a Valve összesen 1,6 millió eurót kénytelen kicsengetni, míg a Bandai Namco, a Capcom, a Focus Home, a Koch Media és a ZeniMax együttesen 6 millió eurós bírságot kötelesek fizetni. Az említett összegek egyébként még nem véglegesek, mert az együttműködésért cserébe enyhítésre számítanak. Egy érdekesnek ígérkező kalandjátékkal jelentkezett a The Coma játékokról híres Divespresso Games. A Scarlet Hood and the Wicked Wood című kalandban logikai feladványok megoldásával kell elhagyni egy időhurkot, viszont döntéseink nem csupán a cselekmény menetét, hanem a végjátékot is befolyásolják. A játék 4 fejezete február 10-től korai változatban lesz hozzáférhető, és március 8-ára van kitűzve a végleges verzió bemutatója. A fejlesztők az ígéretek szerint a próba időszak alatt folyamatosan figyelik a visszajelzéseket, hogy instant tudják javítani a hibákat és korrigálják a játékmenetet. Minden jel arra mutat, hogy hivatalos e-sport játék lesz a Call of Duty Warzone, amely kifejezetten jól muzsikál az egyre telítettebb Battle Royale piacon. Az Activision alkotása több millió aktív játékos mozgat, ezért több mint valószínű, hogy integrálva lesz a Call of Duty League versenynaptárába. Johanna Feriz, a Liga fejese szerint a játékkal egyébként is hosszabb távra terveztek volna, s mintegy megerősítve a pletykákat elmondta, hogy már is az integráció megoldásán munkálkodnak. A Resident Evil Showcase eseményen végre megjelenési dátumot kapott az előző konzolgenerációra is érkező Resident Evil Village. A sorozat újabb része az ígéretek szerint május 7-én debütál majd. A látottak alapján sok fejtörőre és változatos ellenfelekre lehet majd számítani, utóbbiak között néhány komolyabb bestia is megtalálható. A megjelenés előtt demók is érkeznek, amelyek közül a PlayStation 5 változat már elérhető, a többi platformra viszont csak tavasszal kerülhet sor. Mindezek alapján arra lehet számítani, hogy a horror rajongók jól fogják indítani a nyarat. Tavaly nyáron röppent fel a hír, miszerint a Frogware eredet sztorit kíván készíteni a Sherlock Holmes játékaihoz. Az új felvonás ennek megfelelően a 20-as éveiben járó ifjút mutatja be, aki anyja halálát követően egy mediterrán szigeten próbál megnyugvást találni. A főtörténet 10-12 órát vesz majd igénybe, míg a mellékküldetésekkel együtt akár 50 órát is beletehetünk a játékba. A kaland egyébként nyitott világot fog kínálni, így egy-egy rejtély megoldása után szabadon jöhetünk-mehetünk a szigeten. A Sherlock Holmes Chapter 1 PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X és Xbox One platformokra várható még ebben az évben.